Sziasztok, Peti vagyok, és az Group média csatornát nézitek. Ma egy nagyon pörgős videó jön, semmi vágás, semmi intro, ugyanis holnaptól 2020. április 28-ától változik a német Kressz, az STVO, ugye az STVO-nak hívják Németországban a Kresszt. Nőnek szinte minden téren a, a büntetések, gyorshajtásért, parkolásért mindegy, gyorsan megnézünk, és van néhány új e, tábla is, amit nem árt, hogyha ismertek ezentúl Németországban. Úgyhogy, ha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel, és csapjunk is bele, átszaladunk a másik kijelzőre, és itt vannak az új táblák. <kül> Mostantól, tehát holnaptól találkozhatok Németországi városokban, úgynevezett biciklis zóna jelző táblákkal, ahol biciklisek tartózkodhatnak. Lesz egy motorost és biciklist előzni tilos tábla, lesz egy zöld nyíl csak a bicikliseknek. Ugye Magyarországon ez nem nagyon ismert, Németországban, hogyha a jelző lámpa alatt van egy zöld nyíl, mint ahogy itt is a képen látható, akkor ott az autósok gyakorlatilag egy stop tábla, tehát megállnak, körülnéznek, és utána még akkor is, hogyha a teli piros-piros jobbra kikanyarodhatnak. Na most ezen túl lesz egy olyan tábla, ami csak a biciklisekre ez vonatkozik, tehát hogyha ilyen tábla van, a biciklis előre megy, megáll, körülnéz, és hogyha saját maga, illetve más veszélyeztetése és akadályoztatása nélkül ki tud kanyarodni jobbra, akkor kikanyarodhat. Illetve ide tartozik, hogy mostantól a hagyományos zöld nyíl a biciklisekre is vonatkozik, eddig csak az autósok ö, hajthattak jobbra ö, ki, Hogyha ilyen zöld nyílt tábla volt. Lesz egy biciklis gyors út e, tábla, ezt e, ugyanakkor viszont e, nem, e, hogy hívják ezt magyarul, e, megerősített aszfaltos út, tehát e, homokos sóderes útra is kitehetik. E, törvény még nem készült hozzá, de a táblát már bejelentették, ugye ez az együtt utazós, fargemányság, tehát utazási ö, egység ö, nevet kapja, magyarra nehéz lefordítani, az a lényeg, hogyha három, legalább hárman ülnek az autóba, akkor a jövőben majd, hogyha ezeket a törvényeket kibővítik, akkor különböző előnyökben részesülnek az olyan autók, amiben legalább hárman utaznak. Például tervben van az, hogy bussávot használhat olyan autó, amiben legalább hárman ülnek. Mondom még egyszer, a táblát jelentették csak be, előnyt még nem jelent. Ugyan ez a téma az ilyen teherszállító biciklik, ugye Hollandiából ismerjük ezeket a kosaras bicikliket, a táblát már bejelentették, hogy lesz kivételes engedély, például ilyen teherszállító biciklikre, mondom még egyszer, még nincsenek külön engedélyek nekik, de a táblát már Bemutatták, lesz egy olyan tábla, ennek az a neve, hogy Carsharing tábla, Carsharing parkolókat fog öm, öm, mutatni, és majd később kitérünk a parkolás díjak növekedésére, és ott van egy új tétem lesznek olyan parkolók városokban, amiket csak Carsharing autók, tehát öm, megosztós autók öm, használhatnak, és és aki itt parkol, és nincs az ablakában egy ilyen matrica, azt meg fogják büntetni, mindjárt megbeszéljük, hogy mennyire. Ö, jó, rendben, ennyit a táblákról, és akkor nézzük meg az új büntetési katalógust. Amit itt ö, hirtelen nem fog mutatni a képernyő számotokra, az az, hogy holnaptól teljesen tilos az összes olyan program, app és hasonlók használata, ami a az, um, blitz trafipaxokat előre jelzi számotokra, tehát a Waze vagy a blitzer. nek van valami apja, tehát hogyha a rendőr ezt meglátja, akár mellettetek elhaladva a rendőrautóval belát és látja, hogy ott a telefon is megy rajta, bármelyik ezeknek a szo szoftverek közül bármelyik, akkor titeket azonnal megbüntethet, elég, hogyha látja. Nem kell, hogy ránézzetek, nem kell, hogy a kezetekbe tartsátok a telefont, vagy tabletet, laptopot, teljesen mindegy, nem használhatjátok. Jó, és akkor nézzük meg először a gyorshajtásnak a tételeit. Itt a legnagyobb változás az, hogy Lakott területen belül 10 km per órával csönkentették azt a sebességet, ahol már egy hónapra elveszik a jogosítványodat, tehát har legalább 31 km per órával többel, ugye a, a tolerancia levonása után. Többel kellett, hogy menjetek, hogy egy hónapra földomfutóváká váljatok, mostantól ez lakott területen belül 21 km, illetve. 20 km per órával csökkentették, ezt lakott területen kívül, tehát ha autópályán eddig legalább 41 km per órával túl kellett lépni a megengedett sebességhatárt, ahhoz, hogy egy hónapra földönfutóvá váljatok, most már elég 25 km, pontosabban 26 km per órával gyorsabban haladni a megengedetnél, és egy hónapra bevonják a jogosítványokat. A büntetési tételek is nőttek, illetve, mint mondtam, hamarabb elveszik a jogosítványt, és az adott pontok is csökkentek. Tehát kevesebb kilométer per óra szabályszegésnél is már pontok járnak. Jó, nézzük meg ezt az új parkolós témát, mert elég sok minden változott. Ugye azoknak, akik nem igazán tudnak németül, ő nekik végigolvasom. Ugye a táblázat itt fent, ez relatíve egyértelmű, ezt viszont végigolvasom nektek. Tehát, hogyha járdára parkoltok, az innentől 55 euróba kerül. Ha akadályozzátok vagy veszélyeztetitek a vagy akár kárt okoztok, azzal, hogy a járdára parkultok, akkor akár 100 euró is lehet a büntetés. Eddig ez ilyen 10-15 euró volt. Mármint nem a akadályoztatással, meg a veszélyeztetéssel, hanem a sima. Az általános parkolási kihágás az innentől 25 euró, hogyha akadályozzátok a, a, a közlekedőket a parkolásotokkal, vagy több mint egy órát Áltok tilosban, akkor 40 euró. Öm, hogyha általános öm, ö, parkolni tilos zónában parkoltok, akkor az 20 euró. Ha akadályoztok is valakit, akkor az 35 euró. Öm, utána eddig ez is, öm, azt hiszem eddig ezt nem is büntették. Vagy hát nem volt ilyen külön, de most már felveték ezt a második sorban való parkolást. Tehát parkolnak az autók ugye az út mentén, és ti gyakorlatilag az út testre megálltok melléjük. Mostantól ezt 35 euróval büntetik. Ha valakit akadályoztok, vagy egy óránál tovább álltok így, akkor 55 euró. Hogyha mentő egységeket, tehát mentőt vagy tűzoltót akadályoztok, akkor pedig 100 euró a büntetés. Ha akkor még egyszer, hogyha járdán, már akkor mi volt ez itt fönt? Jó. Tehát ez itt fönt azt írja, hogy előírással ellenkező módon parkolsz a járdán. Itt pedig azt írja, hogy nem engedélyezett parkolás járdán és bicikliúton. Ugye Németországban nagyon sokszor van úgy, hogy a az normális autós sáv mellett föl van mondjuk sárgával festve a bicikli út és mellette lehet parkolni vagy nem hogyha a bicikli útra ráparkoltok akkor ezentúl 55 euró hogyha akadályozzátok a forgalmat akár a biciklist vagy egy óránál tövebb tovább parkoltok akkor akár 100 euró is lehet a büntetés ugye különböző társasházaknak van úgynevezett tűzoltó behajtójuk, ahova föl van festve, hogy ott csak tűzoltó parkolhat, vagy hát oda áll meg a tűzoltó, hogyha ég a ház, és hogyha ezen parkoltok, innentől ez 55 euró, hogyha egy mentést akadályoztok, akkor az 100 euró. A akkor védett vonalon, ugye ezek a felsrafírozott vonalokra való ö, ráparkolás, vagy ö, én kérge, vagy ö, a biciklisek ö, számára lekülönített útra parkoltok, akkor az 55 euró, hogyha akadályozás, veszélyeztetés, vagy akár károkozás van, akkor akár 100 euró is lehet a bünti. E, hogyha e, mozgássérült parkolóra parkoltok, az ezen túl 55 euróba kerül. E, hogyha elektromos autók számára fenntartott parkolóhelyre, tehát ahol e, töltőállomás van, parkoltok, akkor az 55 euró, és most jön az, ami az előbb volt, ugye van ez a carsharing tábla, hogyha carsharinges parkoló e, kockára parkoltok, nem carsharinges autóval, akkor az szintén 55 euró. Akkor a következő az, hogyha abgebogen ohne eine anderen Fahrzeug Rückfahrt zu lassen und dabei eine Gefährdung Tehát, hogyha úgy kanyarodtok, hogy, hogy azzal akadályoztatok, vagy veszélyeztettek egy másik járművet, tehát például ez a tipikus balra kanyarodó hiba, akkor az 140 euró, és azonnal egy hónapra elveszik a jogosítványt. Hogyha... Hogyha úgy kanyarodtok, hogy a gyalogosra nem vagytok tekintettel, tehát jobbra kanyarodtok, és nem engeditek át például a gyalogost, a zebrán, akkor az 140 euró szintén egy hónapra elveszik a jogosítványt. Gesamtmasszabb... Innen az mit így van erről legutóbbi videómban, ugye az az éve elején készült, akkor már készítették elő ezeket a törvényeket tehát hogyha úgy fordult, kanyarodtok jobbra 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművel hogy azt nem lépéstempóban teszitek meg, ugye erről beszéltünk azt hiszem 6 km per óra a jogalkotó szerint a lépéstempó akkor 70 euró a büntetés. Ha nem csináltok retunkázszét, ez nagyon fontos, tehát autópályán, főútvonalon, de még városban is, hogyha dugóban, ugye a legalább két sávból, ugye a bal mindenki kihúzódik balra, amennyire tud, és a jobb mindenki kihúzódik jobbra, amennyire tud, hogy a két autósor között a tűzoltó mentő akadálytalanul át tudjon hajtani. Ha ezt nem teszitek meg, és ez kötelező, akkor 200 euró a büntetés, és egy hónapra elveszik a jogosítványt. Öm, illetve vannak olyan vicces emberek, akik előszeretettel fogják magukat, és öm, ugye a Többi autós létrehozza ezt a úgynevezett retúnskászét, tehát ö, mentő ö, ösvényt, de és akkor elkezd rajta autózni, mert hát hogy szabad az út, akkor 240 euró a büntetés, és egy hónapra elveszik a jogosítványt, hogyha ezzel veszélyeztet vagy akadályozol valakit illetve kárt okozol, akkor akár 320 euró is lehet a büntetés, és egy hónapra elveszik a jogosítványt. Üm. Így van. Utána szó volt már erről is, ugye előszeretett szeretnek ilyen mercedes meg BMW-s fiatal fiúk jó hangos kipufogóval úgynevezett pózolni, tehát jó hangosan leföl furikázni a belvárosokban. Innentől ennek a büntetési díja, azt hiszem eddig ilyen 15 vagy 20 euró volt, tehát most a nem szükségszerű ö, zajkeltése, ugye motorral vagy dudával, az 80 euró, illetve ö, hogyha lakott területen belül, föl alá mondjuk a körúton föl alá korzózol és mutogatod a lamborghini azt 100 euróval fogják ezentúl büntetni. Jó. Igazából ennyi ennek a videónak a tartalma hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg a videót ismerőseitekkel, mert biztos, hogy őket is érdekli, hogy hogy változott a németországi kressz, mondom még egyszer hónaptól, tehát április 28-ától lépnek ezek a változások életbe. Maradjatok velünk, találkozunk legközelebb is, sziasztok!